Köszöntöm a Költség Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. Elkezdte a felkészülést a kisvárdai női kézilabda csapat. Az edzőtáborozást követően a héten már ismét idehaza készül a Spari. Bajnoki címet szerzett a Divízió 2-ben a Nyíregyháza Tigers. Kéthetes kosárlabda képzőtábor tart a Nyíregyháza Blue Sharks. Hatházi Dóra háromszámban is rajtkőre állhat Győrben az EIOF-on. A nyíregyházi Real Tate Kft. Csapata nyerte a sóstói strandfoci tornát. 16 játékossal elkezdte a felkészülést a kisvárdai női kézilabda csapat. A keret gyakorlatilag teljes, mivel a klub vezetése már korábban megállapodott a 9 új szerzeménnyel. Úgy gondolom, ez óriási könnyebbség, és nagyon örülök, hogy sikerült egy ilyen jó kis keretet összehoznunk, mert tavaly elég sokat küzdöttünk, és nagyon, nagyon nehéz feladat volt bent maradni az NB1-ben, de nagyon kiélezett volt a vége utolsó pillanatig. Viszont úgy gondolom, hogy idén azért más alapokról kezdjük az egészet. Mennyire volt vonzó a játékosok számára a kisvárdai csapat, gondolom vonzó volt, hiszen azért válogatott játékosokat sikerült igazolni. Igen, amikor leültünk tárgyalni a játékosokkal vagy menedzserekkel, azért fölvázoltuk itt a rövid, közép és hosszú távú célokat, és amikor így elmondtuk, hogy körülbelül mire számíthatnak, mit szeretnénk, meg hát azért vannak játékosok, akikkel már együtt dolgoztam, úgy gondolom, hogy onnantól kezdve egyértelmű volt, hogy itt komoly célok vannak, komoly célokért szeretnénk küzdeni, és úgy gondolom, ez volt a döntő, amiért a kisvárdát választották. Mit lehet tudni a felkészülési programról, hány meccset játszik a csapat a bajnoki rajtig? 8 hét lesz a felkészülés, tehát szeptember 10-én kezdődik a bajnokság. Én úgy gondolom, az elég lesz arra, hogy a új játékosokat beilleszkedjenek a mi játékrendszerünkbe. 3 tornán fogunk részt venni, valamint 2 edzőmérkőzést is játszunk. Ennek elegendőnek kell lenni ahhoz, hogy szeptember 10-én, amikor elrajtol a bajnokság, akkor 100%-os állapotba kerüljünk. Mennyiben lesz más, ha egyáltalán más lesz a csapatjáték a tavalyhoz képest? Véleményem szerint teljesen más lesz, tehát sikerült klasszis játékosokat, válogatott szintű játékosokat, válogatott játékosokat igazolni, és nem megbántva az eddigi társaságot, vagy az előző csapatot, de azért ők egy teljesen más szintet képviselnek a női kézilabdában. Hát elsősorban megint a védekezésen lesz a hangsúly, egy kemény védekezés, több védekezési rendszert szeretnénk elsajátítatni a lányokkal, és ebből hát a mai modern kézilabdának megfelelő gyors játékot szeretnénk játszani. Minden feltétel adott, mert hogy azért most idén sikerült sokkal célirányosabban igazolnunk, tavaly kényszerhelyzetben voltunk, most viszont sikerült igazolni, és tényleg május végére, június elejére összeállt a keretünk. Van-e számszerűen meghatározott helyezés, amit kitűzött meg erre a csapat? Még nem fogalmazódott meg, mi az idei célkitűzés. Ma kezdtük el a felkészülést, de mindenképpen a játékosokkal is, a közvéleménnyel is tudatni fogjuk, hogy mik azok a célok, amit szeretnénk idén elérni. De azt elmondhatom, hogy tehát nem a bennmaradás, tavaly ez volt az elsődleges cél, azért most szeretnénk egy magasabb szintre lépni, tehát egy középházat megcélozni. Bármelyik sportágban több szempontot mérlegel egy klubváltás előtt, nálad mi volt a legfontosabb szempont, ami miatt igen mondtál a kisvárdi invitálására? Nagyon komoly célokért küzd jövő évben, meg utána lévő években is a kisvárda. Nagyon tetszett a koncepció, amit felvázoltak számomra, és elsődleges szempont pedig, ami számomra nagyon fontos volt, hogy Máté Fieszterrel már dolgoztam együtt junior válogatottba, felnőtt válogatottba és Dunaújvárosba is klubedzőm volt. Kisvárdán ellenfélként már szerepeltél, milyen benyomásokat szereztél akkor a hangulatról, meg magáról a csapatról, a közegről? Nyilván több játékost is ismerek, külföldit is, magyart is volt, akivel játszottam is együtt. Teljesen szimpatikus társaságnak tűnt, küzdős, harcos társaság volt, és úgy gondolom, hogy az év vége felé pedig az Eszternek a munkája nagyon látszott már a lányokon. Ugye egy mérkőzésen egy kapus állhat a kapuban, viszont a keretben több kapus van. Milyen véleményed van a riválisokról, vagy a csapattársakról? Nyilván ellenfényként már játszottunk. Mindenkinek szerintem 3 különböző stílusú kapus van itt, és oké, hogy egy ember állhat a kapuba, de nyilván ez egy csapat.
csapatsport, tehát mindenkinek ki kell venni belőle a feladatát, és a kapusposzt amúgy is szerintem egy nagy felelősség, és tehát oda mindig aktuálisan a legjobb formában lévő ember kell, úgyhogy meg én szeretek együtt dolgozni a többiekkel, tehát én vagyok ilyen monogám típus, hogy na, csak én. Ez egy csapatsport, nyilván én is már sok mindent tapasztaltam, többiek fiatalabbak, úgy gondolom, hogy tényleg nagyon jól fogjuk tudni egymást kiegészíteni, és ami nekem nagyon fontos, hogy fogjuk tudni egymást húzni, ami a legfontosabb szerintem. Mivel lennél elégedett a bajnokság végén? Meglepetés csapat lennénk, annak nagyon örülnék, meg én úgy gondolom, hogy játékos állományban jó játékosok alkotják a csapatot. Itt ami a legfontosabb az, hogy csapatként tudjon együtt funkcionálni, és ez legjobban inkább az egyéneknek a kvalitása akkor fog kijönni, amikor tét szituáció van. Nagyon remélem, hogy tényleg nagyon jó szezon fogunk, tehát jövő év végén vagy nyáron tényleg mosolyogni fogunk, és jó helyezést fogunk elérni. Gondolom, több lehetőséged volt nyáron. Miért pont a Kisvárda mellett tetted le a voksodat? Igazából én nagyon szerettem, vagy szeretem az Esztival dolgozni, mert Újvárosban dolgoztam is vele, és ebben láttam a fantáziát. Jelente valamilyen nyomást az, hogy mondjuk nem csak itt, hanem a korábbi edén, és mindenki tőled várja a gólokat? Igazából ez csapatjáték, szerintem az edző mindenkitől fog várni a gólokat, de hát persze nekem többet kell tenni. Mennyit tudtál eddig, mielőtt idegazoltál a Kisvárdáról, milyen benyomásokat szereztél a tavalyi bajnokságban, amikor ellenük játszottál? Emlékszem, hogy nagyon sokan voltak a meccsen, emlékszem, hogy kikaptunk is. Ez nem volt jó bennem ilyen benyomások, de most már itt péntek óta is nagyon szimpatikus az egész. Milyen célokat tűztél ki magad elé erre a két szezonra, ami egyenlőre itt vagy? Én nagyon maximalista vagyok, és nagyon szeretnek olyan helyen végezni, hogy jövőre majd kupába szeretnek szerepelni. A szlovéniai edzőtáborozást követően a héten már ismét idehaza készült a Nyíregyháza Spartakus. Lucsánszki Tamás együttese egy győzelemmel, egy vereséggel és két döntetlennel zárta az edzőtábort. Ideális körülmények között készültünk minden szempontból, mind a pihenés, mind a munka szempontjából nagyon jó volt. Én annak is örülök, hogy a sérülés elkerült a csapatot, tehát azt gondolom, hogy sikerült azt a tervezett munkát, amit szeretnénk elvégezni, kondicionálisan mindenféleképpen. Négy meccsen lépett pályára a csapat, bár ilyenkor mindig elmondják az edzők, nem az eredmény az elsődleges, hanem a mutatott játék. Összességében a látottak, amennyire vagy elégedett. Van mit csiszolni védekezésben és támadásban is. Ugye úgy volt megosztva az első két mérkőzés 45-45 percekkel ment, a második kettőt elosztottuk 90-90-re lehetőség szerint, vagy majdnem így. Ugye nyilvánvalóan figyelembe vettük a heti munkának az értékelésénél is, hogy ki 90, ki egy kicsivel kevesebb. Azt gondolom, hogy mind védekezésben, mind támadásban tudatosság és a játék irányításában van előrébbni valónk. Megvan-e minden posztra legalább egy, de az optimális az két játékos, hogy legyen versenyhelyzet? Igen, azt gondolom, hogy komoly versenyhelyzet van a csapaton belül, mind a fiatalok tekintetében is, ugye ott kénytelenek vagyunk két poszton ugye kötelező jelleggel játszatni. Azt gondolom, hogy ott is minőségi játékosok vannak, tehát ott is komoly versenyhelyzet van, és a többi posztra is igyekeztünk két hasonló képességű játékost megszerezni. A jövő hétvégén rajtol a bajnokság, mi addig a program? Ezen a héten egy kicsit visszaveszünk, a munkában más jellegű munka jön, és hát a finom hangoláson lesz, tehát védekezésben, támadásban ezen van a hangsúly, és aztán utána a következő hét az már a bajnoki ritmusba fog menni. Gyakorlatilag szeptember 2-án egy hétforduló megy le az MB2-ből, az őszi szezon 1-3-ra készültek erre tudatosan, hiszen aki jól szerepel, az meg is léphet, aki viszont nem, az be is ragadhat. Így van, tavaly is így volt ez, tavaly is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Tavaly Soroksáron volt egy elképzelésem ezzel kapcsolatban, ez egy speciális helyzet. Megmondom őszintén, hogy itt most egy kicsit másképpen azokat a tapasztalatokat is beleszőve, kicsit másképpen csináltuk meg, de természetesen tudjuk, hogy mennyire fontos az, hogy ez a hét mérkőzés jól sikerüljön. Egy felkészülési időszak talán a legfontosabb szakasz az edzőtábor, főleg egy olyan csapatnál, amelyik jelentősen átalakult a nyári időszakban. Milyen volt ez a szovéniai 10 nap ebből a szempontból? Az első, ami eszembe jut, az, hogy nagyon kemény. Tényleg nagyon jól, úgy gondolom, hogy jól felkészültünk. Napi 3-okat edzettünk. Tényleg annyi volt, hogy edzettünk, ettünk, meg aludtunk, úgyhogy nagyon kemény volt. Alakul a csapat. Én nagyon pozitív vagyok, mert az edzőmérkőzéseken jól néztünk ki, és úgy gondolom, hogy sikerült azokat úgy nagyjából megvalósítani, amit a mester kért.
nyilván majd a tét meccsek lesznek a fontosak, ahol már ugye tétre megy, és ott már nem lehet ilyen kisebb hibákat véteni, mint amiket mondjuk esetleg vétettünk, de én nagyon pozitív vagyok, új játékosok nagyon jól beilleszkedtek, úgy gondolom, és hát várom már az első mérkőzést. Az öltözőben is a pályán egy olyan csapatnál több új játékos érkezik, előbb-utóbb kialakul egy hierarchia, ez alakulóban vagy már ki is alakult? Alakulóban van, úgy nagyjából ki is alakult, ugye fiatal szabály miatt rengeteg új fiatal is van, nyilván vagyunk az idősebbek, ez úgy gondolom minden csapatnál megvan egy ilyen hierarchia, úgyhogy, de nagyon, tehát senki nem lóg ki, mindenki úgy gondolom mind futballista, mind ember beleilleszkedik a csapatba, úgyhogy ilyenekkel nem lesz probléma. Bajnoki címet szerzett a Divízió 2-ben a Nyíregyháza Tigers. A Tigrisek a fináléban hátrányból fordítva 17-7-re győzték le a Szombathely Crashers csapatát. Vannak bennem hiányérzetek ilyen szempontból, mert a támadók teljesítményét illeti, mert nem csak rám, de a kilátogató több mint 700 nézőre is szerintem ráhozták a frászt, amikor még a negyedben az ellenfél vezetett, de ugyanakkor nagyon büszke is vagyok rájuk, mert azért 17-7-re megnyerni egy döntőt, az mindig nagyon jó érzés hazai pályán. Mivel kerekedtetek végül a Szombathelyiek felé? Egyértelműen a védelem volt az, ami megadta nekünk a stabilitást, és azt, hogy ők végig hittek bennünk. Tehát a mi védőink végig harcolták a négynegyed ez a úgy, hogy egy percet sem adták fel, és nem esett szét a csapat. Ez volt a különbség. Amikor ők megkapták tőlünk az első pontokat, Szombathelyiek akkor picit összébestek, mi azt láttuk, és így továbbra is tudtunk dominálni védelemben, majd a támadóknak csak sikerült felnőni a feladathoz. A bajnokság kezdet előtt az építkezést tűztétek ki célként, és azt, hogy azért jöjjenek az eredmények így is. Így most el lehet mondani, hogy egy kerek szezon zárt a Tigers? Tökéletes szezon zárt, én azt gondolom. Tehát ahonnan kezdtük, a támadóknak több mint a 70%-a újonc volt. Valójában az első szezonjukat futották a felnőtt bajnokságban. Azt szerettük volna látni, hogy lépésről lépésre megbirkóznak a teherrel a fiataljaink, és ez nagyon jól sikerült, mert egy teljesen újonc állomány 8 mérkőzés alatt több mint 220 pontot csinált, ez közel 30 pontos átlag. Én azt gondolom, hogy ez bármelyik felnőtt csapat megirigyni, amit ezek a fiatalok megtettek. A védelem pedig egy konstans, bravúros teljesítményt hozott. 33 vagy 40 pontot engedtek a szezonban 8 meccs alatt, tehát ez szerintem nagyon jó. Vár egy kaland most két játékos és egy háromfő szakmai stábra az Egyesült Államokba utaztok, egészen pontosan hová és miért, és kik az utazók kerettagjai? Kezdem a végével, hát Tóth Gábort és Panykó Patrikot érte az a megtiszteltetés, hogy meghívták őket a Híres Csarnokának a szervezésében bonyolódó 4 napos edzőtáborba, Kentonba, ez az amerikai futball ős hazája. Itt van az a múzeum, ahol a sportág nagyjai kapnak szobrot, különböző relikviákat is őrizgetnek, és az amerikai focit innen eredeztetik. És ide egyáltalán turistaként is eljutni nagy szó, viszont ezt a kis srácot, hogy meghívták, én azt gondolom, hogy ez a mi munkánkat is valahol igazolja, hogy jó úton járunk. Nagyon bízom abban, hogy ez a túra, ez valóban jól sikerül. Nem feltétlenül az eredményre vagyunk kíváncsiak, hanem szeretnénk azt elmondani magunkról, hogyha visszajöttünk, hogy az ott látott és tapasztalt dolgokat be tudjuk-e majd építeni ide a hazai edzésprogramunkba, vagy esetleg vissza kell mennünk ismételen. Srácokon kívül kik utaznak? A szakmai stáb, támadó koordinátorként én ugye ott leszek a fiúkkal, de nagyon fontos, hogy a vezetőedző Bola Tamás is elkísér minket, illetve a védelmi koordinátorunk Pápa Szabolcs is utazik velünk, tehát ez is azt igazolja, hogy nem csak a fiúknak lesz aktív ez a 4 nap, hanem a stábot is szeretnénk felfejleszteni ezekkel a tapasztalatokkal. A következő szezonban a legmagasabb osztályban, a HFL-ben indul a csapat. Mi a következő hónapok programja, mi az, ami a legfontosabb teendők közé tartozik? Nagyon fontos cél a 2018-as évre a HFL, de egy picit még visszább tekintenék, mert még most szeptembertől a legnagyobb lépés az a junior bajnokság lesz a fiúk előtt. Szeretnénk összeszedni az idei tavaszhoz méltó őszi junior keretet is, tehát egy nagyon ütőképes csapattal szeretnénk felállni.
és aztán pedig gőzerővel megkezdjük az edzőtoborzást. Nem titkolt célunk egy amerikai vezetőedzőnek a szerződtetése, akivel már az ősszel szeretnénk megkezdeni a felnőtt kerettel közös munkát, annak érdekében, hogy a jövő évi rajt az egy kész csapatot köszönthessen, tehát ne egy ilyen idényelei formával rukkoljunk elő, hanem már egy ütőképes kerettel a HFL-ben. Még friss az élmény, egy nagyon izgalmas, változatos meccsen szerezte meg a Nyíregyháza Tigers a bajnoki címet. Hogyan érted meg a finálét? Ez egy fantasztikus élmény volt, ugyebár már lassan már 4 éve játszok, mint irányítót ezen a Nyíregyháza Tigersnél, úgyhogy ez egy fantasztikus élmény volt. Ez volt a legelső bajnoki győzelmem, úgyhogy ez felejthetetlen élmény lesz, és az is volt az egész mérkőzés. A negyedik negyedben fordított a csapat, végig bíztatok a győzelemben? Igen, végig bíztunk abban, hogy meg fogjuk tudni fordítani az eredményt. A támadó sorunk az egy kicsit döcögősen indult a mérkőzésre, de szerencsére a védelem kisegített bennünket, és így tudtunk fordítani az utolsó negyedben. Azt mondtad, hogy felejthetetlen élményben volt részed, hát most egy másik felejthetetlen élmény előtt állsz, hiszen az amerikai foci hazájában az Egyesült Államok utazhat az egy csapattársad, de hogyan jött a lehetőség? Maga, ugyebár a csapat kapott egy üzenetet ettől a Pro Football Hall of Fame Academy-től, hogy lehetőség így nyílt a csapatnak fiatal, 16 és 20 év között fiatal játékosokat nevezni, úgymond ebbe a táborba, és hát a csapat vezetősége kettőnket választott ki. Mi csináltak is rólunk egy kis videót, hogy a mérkőzéseken hogyan játszottunk, ezt beküldtük, és alkalmasnak találtak minket, és ezáltal meg is hívtak bennünket ebbe a táborba. Hová szeretnél, meddig szeretnél eljutni ebben a sportágban? Ugyan nagy álmom, hogy maga a válogatottig eljussak. Az, hogy mit hoz az amerikai út, az még egy hatalmas nagy kérdés. Nyilvánvalóan, hogyha esetleg lehetőség nyílik rá, akkor egy kinti ösztöndíjat azt szívesen megpályáznék, úgyhogy ez egyelőre távoli, a szemem előtt inkább most a válogatott, amire inkább most koncentrálok. Egy fiatal, aki sportolni szeretne, nagyon sporták közül válaszott, te miért az amerikai foci mellett kötötték, vagy egyáltalán ezzel kezdted a sportpályafutásodat? Nagyon megtetszett az egyik mérkőzésen, a CEI döntőn az amerikai foci maga. Aztán kipróbáltam, és azóta szerelem első látása, úgy gondolom. Azóta is a mindennapjaim között van. Te is részese voltál a legutóbbi bajnoki címnek, te hogyan élted meg ezt a szombathelyi finálit? Azt nem tudom elmondani, nagyon-nagyon fantasztikus élmény volt. Nagyon köszönöm a csapatnak, hogy ezt megélhettem. Te mire számítasz az amerikai út kapcsán? Nagyon sokat szeretnék tanulni, megismerni közelebbről az amerikai focit, mint az ős hazájában. A továbbiakat meglátjuk, hogy ösztöndíj, de ezekre még nem fókuszálok, ott szeretném mindent kiadni magamból. Kosárlabda képzőtábort tart a Nyíregyháza Blue Sharks. A táborban részvevő fiatalok napi 2 edzésen ismerkedhetnek meg a kékcápák által alkalmazott eszközökkel, módszerekkel. Nyílt edzésnek nevezném, azért, mert alapvetően vártunk mindenkit, aki érdeklődik a kosárlabda csapatunk iránt, illetve a kosárlabda iránt komolyabban szeretne egy picit elköteleződni. Szerettük volna megmutatni, hogy milyen edzéseket, milyen eszközökkel szoktunk mi végezni a felnőtt csapatnál, és hát egy kicsit talán kedvet csinálunk azzal is, hogy a felnőtt játékosainknak is itt van néhány meghatározó játékosa, és bízom abban, hogy fog tetszeni azoknak, akik ellátogatnak hozzánk, illetve van még egy plusz cél is. Alapvetően a saját játékosainknak is szeretnénk egy kicsit ráhangoló edzéseket tartani, és ezzel együtt, ugye, ahogyan már említettem, megismertetni a kosárlabda iránt érdeklődő fiatalokat az edzés munkánkkal. 2 hétről van szó, napi 2 edzés, ugye 10 nap alatt 20 edzés. Mire lehet elég? Azért látom, hogy vannak itt olyan, akik kosárlabdáznak versenyszerűen a utánpótlás csapatokban. Úgy gondolom, hogy mindenképpen csak annyira elég, hogy egy pici képet kapnak arról, hogy hogyan készülünk föl. Nem hiszem, hogy ez alatt a 2 hét alatt fogják teljes mértékben elsajátítani a kosárlabdának minden érdekességét vagy technikai repertuárját, de mindenképpen látnak bizonyos dolgokat, és talán látják azt, hogy mit kell gyakorolni ahhoz, hogy eljussanak bizonyos dolgokhoz.
az elmúlt hétvégén egy MKVS által akkreditált edző képzőt tartottatok, milyen sikerrel? Úgy gondolom, hogy jó volt, és szeretném, hogyha jövőre is megtartanánk ezt. Egészen pozitívak voltak a visszajelzések, azért volt alapvetően itt Nyíregyházán a Continental Arénában ez a továbbképzés, mert szerettem volna, hogyha Nyíregyházán is, a Nyíregyháza közelében dolgozó edzők kisebb befektetéssel is meg tudják szerezni azt a szükséges kreditpontot, amivel tudnak dolgozni a kosárlabda edzői társadalom keretein belül, és bízom benne, hogy tetszett nekik, és remélem, hogy jövőre még nagyobb létszámmal leszünk. Ebben a kis előadásban is, amit egyik alkalommal tartottam, próbáltam felhívni az edzők figyelmét arra, hogy alakítsunk csapatokat, mutassuk azt, hogy mi is szeretnénk kosárlabdát, mutassuk azt, hogy mi is szeretnénk kivenni a részünket a magyar kosárlabdázásból, és úgy gondolom, hogy akkor magunknak tudunk egy sokkal nagyobb tekintélyt teremteni, és minket is sokkal jobban el fognak ismerni a magyar kosárlabda társadalomban. A már elismerés, a jövő héten kezd a felkészülést az univerziádi válogatott, egy nyíregyházi játékos a Busz Ivánnal a soraiban. Ugye te nagyon sokszor szerepelt a nemzeti együttesben, ez is egy nemzeti csapat, az országot képviseli. Mekkora elismerés az, hogy egy NB1-bés klubból is hívtak be játékos? Úgy gondolom, hogy mindenféleképpen nagy pozitívum, és talán azt is bizonyítja, hogy nem véletlenül örülünk annak, illetve ragaszkodunk, hogy Iván itt maradjon nálunk, és segítse a csapatot. Gratulálok neki, sajnálom, hogy a felkészülésnek a teljes szakaszában nem lesz majd itt velünk, ezt utána majd pótolni kell, de mindenféleképpen jó, hogy részt vesz egy ilyen válogatottban, és mindenféleképpen jó az, hogy Nyíregyháza, illetve a csapatunknak a hírnevét is viszi magával. Azt már korábban említettük, hogy egy külföldi játékos kivéve teljes keret kezdtétek-e, vagy elkezdtétek-e már nézegetni, hogy ki lehetne az, aki segítségére lehetne a csapatnak? Igen, nagyjából elkezdtük már, de ilyenkor annyi játékos van még, és végignézhetünk egy csomó CD-t, highlights, mérkőzés jeleneteket, de mindenképpen nézegetjük már, hogy ki lehet az, aki érkezik hozzánk. Természetesen, ahogyan már ezt korábban is említettem, kicsit szűk az a keresztmetszet, akit mi tudunk foglalkoztatni, hiszen amatőr csapat révén azért az amatőr státuszt mindenféleképpen őriznünk kell, és ehhez mérten kell keresnünk nekünk légiós játékost is. A nyíregyházi úszó Hatházi Dóra három számban is rajtkőre áll, hogy Győrben a jövő héten kezdődő EIOF-on. Gyula Sándor tanítványa 100 méter pillangón, a 4x100-as vegyes váltóban és az úgynevezett mix váltóban képviselheti a magyar színeket. Elkészülni! A 8 hetet kihagyott a sérülés miatt, lassabban kezdtük el a munkát, kezdi magát utolérni. A vas még mindig a lábában, és az EIOF után fogják kioperálni belőle. Jelenleg meg a fülével panaszkodik egy kicsit, de remélem, hogy ezt hamar átesünk. Ön a EIOF-on induló magyar úszó válogatott vezetője. Hány tagú csapat indul majd az EIOF-on, és milyen reményekkel? Az EIOF-on a szabály kim, hogy a 8 fiút és 8 lányt lehet nevezni, tehát 16 fős a csapat, mellette természetesen az edzők. A magyar utánpótlás az mindig jól szerepel. Előre nem tudok jósolni, de én valószínűleg tartom, hogy több éremmel fogunk hazatérni. Mikor indul a verseny, és melyik napokon úszhat majd Dóri? A verseny az a hétfő napon kezdődik, előtte van az ünnepélyes megnyitó vasárnap. Dóra a hét második felébe fog úszni egyéni számba. Csütörtökön kerül a 100 pillangó előfutamokra. Reméljük, hogy bekerül a középdöntőbe, és a döntőt is fog úszni, akkor a pénteki napon lesz. A váltó egy picit hamarabb kezd, ők a váltók már kedden, szerdán fognak úszni. Reméljük, ott is jól fogunk szerepelni. Többes számra említette a váltókat, milyen rendszerű váltókról van szó? Tehát vannak férfi és női vegyes és gyors váltók, és egy új szerzős a mix váltó, ahol két fiú és két lány úszik a csapatban. Már csak néhány nap van hátra a győri Európai Ifjúság Olimpiai Fesztivál kezdetéig. Hogy érzed, hogy sikerült a felkészülésed, milyen formában várod a verseny? Ugye nekem nagyon sok idő kimaradt a lábtörése miatt, és azok az edzések kimaradtak, amikor az állóképességet fejlesztettük volna, de jó úton haladok, hogy jól sikerüljön ez a verseny. Mennyire ismered az ellenfeleket, mire számítasz? Ugye indulsz a 100 méter pillangón, és a minden igaz két váltó van. Néztük ugye az európai ranglistát, és jelenleg a 12. időm van, de a tavalyi időmmel harmadik időm lenne, szóval remélem, hogy ezt meg tudom úszni, és a döntőben minél jobb helyezést tudok elérni. Új név került a sellegre, a nyíregyházi Real Tate Kft. Csapata nyerte a 6. sóstói strandfoci tornát, amelyen 44 csapat lépett pályára.
óriási mezőny jött össze, hiszen egy hónappal ezelőtt már lezártuk a nevezéseket az ország különböző megyéből, 5 megyéből érkezett ide csapat, és nagyon színvonalas torna vége felé járunk már, hiszen csütörtökön reggel 9 órakor egy női tornával indultunk, amit a Nyírségen SC csapata nyert meg, a Napkor csapata előtt és a Kuba Team Ladies első és második csapata között, ők is színvonalas csoportot bonyolítottak le, és azt követően pedig non-stop rendszerbe gyakorlatilag közel 90 mérkőzést játszottunk le a torna folyamán. A torna még magasabb színvonalú volt, mint az elmúlt 5 évben, és én bízom benne, hogy a jövőt illetően is ezek a csapatok, akik erre eljöttek, erre a 6. alkalommal megrendezésre került tornára, azok vissza fognak jönni hozzánk a jövőt illetően. Magas színvonalú mérkőzéseket láthattak a nézők, igaz, hogy az időjárás végig nem volt igazán kegyes hozzánk, de azért a játékosok a pályán tűzbe tartották a közönséget is. Ezúttal ugye 40 férfi csapat indult, 15 jelenkező még lett volna. Mennyi a visszatérő együttes, és mennyire nehéz bekerülni ebbe a 40-es körbe? Nagyon nehéz, ahogy már korábban is beszéltünk róla, hogy az első nevező az január 17-én Vászról volt, és hát ugye ezek a csapatok szeretnek ide eljönni. Igazi turisztikai jelentősége is van ennek a tornának, hiszen sokan itt töltik a szabadságukat, távolról érkezők, megismerhetik a megyénket, Nyíregyházát, a Sóstót, és ezért érdekes dolog ez, hogy azok a csapatok, akik itt vannak, azoknak a 80%-a mindig visszajön, tehát ez a tornával sok gondunk nincs a szervezés szempontjából, mint ahogy említettem, egy hónappal a nevezés határidő lejárt előtt már megtelt a létszám, és 15 csapat pedig sóvárgott, és itt vannak azok a csapatok vezetői, tagjai, akik már most mondták, hogy számoljunk velük a jövő évi 7. tornán, hiszen jól érzik magukat itt a csapatok. Amatőr együttesekről van szó, de hát a háttérből kiszűrődő zajokból hallatszik, hogy véresen komolyan veszik a meccseket. Igen, komolyan veszik, azért most már én annak örülök, hogy az első lépéseket, amikor megtettük, olyan óvodás lépések voltak itt a strandfociba. Egy-két csapat volt, mondjuk a Bohemians egy első és második csapat, akik bejárták az egész országot különböző magas szintű eredményeket elérve, de megtanulták a nyíregyházi környéke és az országból különböző pontról érkező csapatok ezeket a szabályokat, és hát ez igazán sokat jelent a számunkra is. Én úgy érzem, hogy mi is tettünk ennek érdekében. Ennyi fért a mai sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.